Kedden adták át a Vajdasági Magyar Szövetség elnökünkért, közösségünkért, a jövőért nevű választási listát a köztársasági választási bizottságnak. A 250 nevet számláló listán tapasztalt politikusok, de új politikai szereplők is helyet kaptak. A VMS listájának első 5 helyén dr. Pásztor Bálint, Kovács Elvira, Báigy Borisz, Tóbiás József és Úri Emese szerepel. Dr. Pásztor Bálint több mandátumban is a párt frakció vezetője volt, és most is a párt lista vezetője. A lista átadáskor kiemelte, olyan listát állítottak össze, amely az eddigi hagyományokkal összhangban lefedi Vajdaság teljes egészét, és figyeltek arra is, hogy minden más szempontból kiegyensúlyozott legyen a lista. Nagyon fontosnak tartom azt elmondani, főleg ebben a mindannyiunk számára nehéz pillanatban, időszakban, hogy a választási listának az elnevezése és egyben a szlogenünk a következő: Vajdasági Magyar Szövetség elnökünkért, közösségünkért, a jövőért. Arra szeretném kérni a teljes vajdasági magyarságot, mindenkit, aki méltányolta, tisztelte, becsülte Pásztor István munkáját az elmúlt években, évtizedekben, hogy ezt fejezze ki olyan módon is, hogy támogatja a Vajdasági Magyar Szövetség listáját a december 17-i választásokon. A törvényi előírásokkal összhangban, amelyek szerint a választási listán a nők aránya legalább 40% kell, hogy legyen, a VMS 250-es listáján 114 nő kapott helyet. Mindjárt a lista második helyén Kovács Elvira áll, aki 2007 óta a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselője. A politikus a VMS programjának azon részéről beszélt a lista átadásakor, amely az európai integrációra vonatkozik. A Vajdasági Magyar Szövetsége ezekre a választásokra is választási programmal indul, és annak hangsúlyos eleme, hogy megalakulásunk óta mi kiálltunk Szerbia-Európa integrációja mellett, és persze ez az elsődleges cél, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan Európának reformálódnia és demokratizálódnia kell, illetve egy látható forgatókönyvet előlátnia a Szerbia és az egész Nyugat-Balkán számára. A parlamenti választást december 17-én tartják. A nemzeti kisebbségek pártjainak esetében a természetes választási küszöb van érvényben, ami azt jelenti, hogy annyi kisebbségi képviselő kerülhet be a parlamentbe, ahányszor az egy mandátumhoz szükséges szavazatszámot megszerzi egy nemzeti kisebbségi párt. A választási törvény 3 évvel ezelőtti módosításával a választási küszöb 5-3%-ra módosult, a VMS javaslatára pedig a nemzeti kisebbségi pártok eredményét 35%-kal növelik, és csak ezt követően osztják le a mandátumokat.